A Konszelve Park mellett elhaladók bizonyára igen meglepődtek június 23-ától kezdődően. Hiszen néhány nap alatt három strandröplabda pályát varázsoltak oda a rendezők. Bíztam benne, hogy egy kicsit át tudjuk varázsolni ennek a parkolónak a hangulatát, Copacabana hangulatra, és én azt gondolom, hogy minden feltétel adott ahhoz, hogy egy jó versenyt láthassunk. Ennek úgy gondolom pont ez adja meg a hangulatát, hogy a város közepén tudjuk megrendezni. Hát sajnos strandot nem tudunk ide teremteni, vagy tengerpartot, de ettől függetlenül nagyon jó kis torna elé nézünk. És a bizottsági tagok is jó maga elképzelése is az, hogy a strandröplabdát elsősorban az emberekhez közel, a városok főtereire kell hozni. Jászberénynek ez a parkja, ez a tere kiválóan alkalmas, és nagyon jól alátámasztja a mi elképzeléseinket is. A tornára ellátogatott a járság országgyűlési képviselője is, aki üdvözölte a Jászberényi RK vezetésének ilyen irányú kezdeményezését. Nem csak a járság, hanem az országban is egyedülálló produkciókat hajt végre Jászberény. Ezúton is szeretném tisztelettel megköszönni a szervezőknek, a rendezőknek, hiszen ez mégiscsak nagy dolog. A járság tekintetében egyedülálló, soha nem volt még rá példa. A hölgyeknél indult több páros, de a férfiak sem maradtak le az első jászberényi versenyről. A Jászberényi RK úgynevezett teremcsapatából több játékos, Ivana Gardovics, Takács Bernadett, Léko Lilla, Bertók Bettina, valamint Pintér Andrea és Gregor Helga lépett a homokszőnyegre. A nagy hőség igen próbára tette a versenyzőket, így igen jól esett számukra a frissítő zuhany a mérkőzések közti pihenőidőben. A berényi hölgyek igen udvariasak voltak a vendégekkel szemben, hiszen nekik engedték át a dobogós helyezéseket. Nagyon jól éreztük magunkat, nagyon jó szervezés volt. Az időjárás az meglehetősen meleg volt mind a két nap. Első kiemeltként kezdtük meg a tornát, és nagyon szerettük volna győzelemmel befejezni. Szabó Dorka és Tóth Eszter meg is nyerte a tornát, ami igen kemény erőpróba volt számukra a 35 fokos hőségben. Úgyhogy én a reggeli mérkőzés első szettjét mondanám az egyik legnehezebb 15 percünknek, illetve mindenképp a döntőt sorolnám még ide, mert embertelen meleg volt. És azért ezt túlélni nem volt egyszerű. Az erősebbik nemnél a Bán Viktor, Rozgonyi Bálint páros lett a befutó. Az országos pontszerző verseny után Jászberény amatőr röplabdásai és poronra léptek. Összesen 18 pár vívott hangulatos mérkőzéseket egymással. A rendezvény végén a Nagy István Ildikó, Nagyabonyi Tamás páros vehette át az első helyezettnek járó díjat. Második lett Molnár Németh Zsuzsanna és Molnár György. A harmadik helyen pedig Pető Tamara és Kovács Daniella páros végzett. A Jászberényben rendezett strandröplabda bajnokságot nagyon pozitívan értékelte a Magyar Röplabda Szövetség strand- és szabadidő szakág elnöke. Aki idejött Jászberénybe, a központba, ellátogatott erre a tornára, az valószínűleg jól szórakozott, gyönyörű szép lányokat láthatott, nagyon színvonalas strandröplabda mérkőzéseket, és igen, azt lehet mondani, hogy a szórakoztató elemek is nagyon rendben voltak itt a Jászberényi strandröplabda tornán.